Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... PhD Hegedűsdé Géza, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, állandó tagja a Vix Színháznak, és a Színművészeti Egyetem tanára és osztályfőnöke. Minden hétfőn megígértem önöknek, hogy addig, ameddig erőnkből futja, lesz mindig egy olyan 15 percnyi, 13-15 percnyi kultúra, és rövidre is fogom a szót, hogy maradjon több a kultúrára. Itt van Hegedűsdé Géza, aki emlékeztet minket a múltra, a jövőre, a kultúrára. Tiéd a lehetőség. Szervusz, drága Péter! Éppen egy forgatásról érkeztem ide. Képzeld el, hogy egy színész egyetemista, rendező hallgató megkért, hogy eljátszanám-e az ő készülő filmjében az egyik fontos szerepet. Elküldte nekem a forgatókönyvet. Annyira tetszett, hogy bevállaltam az életemből 4 éjszakát, hogy egy fodrász üzletben éjszakánként egy fodrász szerepét eljátszom. Úgy hívnak a filmben, hogy kócos. Egy fiatal embernek visszarémlik a gyerekkorából egy emlék, amikor elvitte a papája a fodrászhoz, és belevágott a fülébe. És felnőttként visszamegy ugyanarra a helyszínre, és megkeresi ugyanazt a fodrászt, aki ugyanabban a műhelyben dolgozik. Semmi nem változott, az idő is megállt nála, minden ugyanúgy történik ugyanazokkal a rituálékkal, de a film során aztán elég tételt vesz azért a gyerekkori sokkért. Egy mulatságos, abszurd, nagyon... És belevág a fülébe? És belevág a fülébe, igen. Péter, olvastam most már néhány reakciót, hogy megjelent a NATA, az új oktatási irányadó dokumentum, és abban én megdöbbenve olvastam, hogy kulcsfontosságú szerzők kimaradnak például az irodalom tanításból. Képzeld el, hogy Radnóti Miklós sem. Éppen csak úgy van, hogy van életműveket, mert kell megismerni kötelezőleg. Vannak portrék, és vannak úgynevezett metszetek. És itt Radnóti már csak metszet. Igen. És azt gondoltam, hogy én Radnóti Miklós verseit fogok most olvasni, ha megengeded. Rajta. Pogány köszöntő. Nézd! Dércsíp, te fáink, megőszült fején ül most a szél, és lengő harangú tornyok között csak megkondulnak a jámbor imák. Csorgó nyálával békés, borjú lépdel még szekerünk után, de már nem kószál szárnyas szavakkal, szájunk körül halovány, ámen. Megmusakodtunk tornyok között fákon pihenő szélben, és most megőszült fák közt csókokkal tarkány, pogány szemek, kitavaszottunk. A testünket nézd, együtt fakad a rüggyel drága hús, és napba dobált csókjaink után boldog torokkal így istentelenül fölsikoltunk. Elhatároztam, hogy ha még tudok jönni ide hozzád, minden alkalommal fogok olyan költőt vagy írót megidézni, aki nem fontos annyira a magyar irodalomban. Így majd elhatároztam, hogy következő alkalommal fogok Kertész Imréről, ami Nobel-díjas író. Ki az, aki el tudja dönteni, milyen szerszámokkal, milyen háttérrel ő az isteni választottja, egy igaz ember, hogy el tudja dönteni, hogy ki az, aki fontos?
Igen. Az fontos, aki a nemzetről, a nemzetnek beszél. Én mélyen hiszek, hogy csak érték, emberség és érték alapon választódjanak ki a művek. Érték alapon. De van ebbe egy nagy hiba. Mi? Én nekem van egy műsorom a Kossuth Rádióban. Igen. Ahol én rendszeresen használok egy olyan belépőt, ami egy operettből való, igen, amit csak a szélső jobboldaliak szerettek valamikor régen, az úgy hangzik, hogy szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország, igen, és ez a szélső jobboldalnak volt a slágere, a kedvence. Egy irredenta dal volt, igen. De ez nem egy irredenta dal, ezt két olyan zsidó írta, akiket Auschwitzba meggyilkoltak. Igen. Azóta én ezt a dalt legalább két hetenként egyszer a műsorban, igen, megmondom, kik a szerzők, mert nem lehet az, hogy azért, mert valaki színes sapkát hord, vagy sapka nélkül jár, attól ő még lehet egy nagyon jó szerző. Attól ő még lehet, persze, hogy a lelkemnek tud szólni. Ez teljes mértében. Tehát ez a szép vagy, igen, gyönyörű vagy Magyarország, azóta zsidók ezrei imádják ezt a dalt, amióta tudják, hogy ezt olyan emberek is szerették ugyan, akiket ők nem szeretnének szeretni, mert tettek, amit tettek, de hát hasonló az eset az irodalommal is. Igen, tehát számomra érthetetlen és megmagyarázhatatlan. Pontosabban hát az ember a szándékot látja, de valahogy én nem tudom, tehát... És Radnóti irodalom... szerette a nemzeteit, hát minden gondolata az országról szól, az emberekről, mi rólunk. Nem lehet, hogy mondjam, tehát értékelt, az érték önmagáért van, és hogy mondjam, eszembe jutnak szerzők, akiket elfelejtettek a saját koruk után egy időre, de kikövetelték maguknak újra meg újra, és azóta folyamatosan léteznek. Tehát lehet mesterségesen kánont összeállítani, ugye, hogy akkor ez beválogatjuk, ez van, ez amaz, ez van, ez ilyen alapon, olyan alapon, amolyan alapon. De az érték az önmagában érték. Érték az, hogy hordozója a szellemnek, a kor szellemének, amiben születik. Hordozója annak az egyetemes emberi értéknek, ami mindannyiunknak a meghatározója. Ami a tulajdonképpen szellemi értékben, ami közös nevezünk. Ha tetszik, ha egymás mellé rakjuk azt a sok-sok értéket, akár az egyetemes irodalomból, akár a magyar irodalomból, akkor ez adja ki a mi emberarcunkat. Ez itt árnyalódik. Halljunk valami emberarcot, mert 5 percünk van hátra. Péter. Istenhegyi kert. A nyár zümmögve alszik, és a fényes ég magára vont a szürke fátyolát, kutyán borzol, fölmordul, s elrohan, megugró árnyat lát a bokron át. Öreg virág vetkőzi sorra szirmait, pucéran áll és félig halottan, gyönge barackág ropog fölöttem, s terhével lassan a földre rogyan. Ó, ez a kert is aludni is halni készül, gyümölcsöt rak a súlyos ősz elé, sötétedik. Halálos kört röpül köröttem egy elkésett szőke mély. S fiatal férfi, te, rád milyen halál vár? Bogárnyi zajjal száll golyó feléd, vagy hangos bomba túr a földbe, és megtépett hússal húsz majd szerte szét. Álmában lélegzik már a kert, hiába kérdezem, de kérdem újra mégis. Gyümölcsökben a déli napkering, s hűvösen az esti öntözés is. Alkonyi elégia. Az alkonyoknak könnyű vétkei, semmit tevés és pillanatnyi csönd, az álmos hegyek fejére lassan az este ringató folyókat önt, a napzaja elúszik messzire, lépek, s mintha suttogásban járnék, fut macska talpain a tompa fény, halvány árnyat szül a vastag árnyék.
régi halottaimnak hús a fű, fű és virág, s mindenhol meglelem. Vékony illatukkal áldogálok, s oly megszokott immár a félelem, fodrozó füst az akácok sora, a hallgató sötét rájuk hajolt. Előgurul és tétován megáll, föltartott ujjamon a lomha hold. Esti béke, téged köszöntelek, az úton nehéz napon pora száll, lassú szívemben ilyenkor lágyan szenderg a folyton készülő halál. Folyamatosan át meg át szövi, és nem véletlen belne él a korában. Igen, mert tudod, vannak, akik roppant kellemetlen, ha szembesítő erővel hat, mű, írás, gondolat, vers, regény, elbeszélés, vagy akár dokumentum összeállítás. De tessék, Péter, ahogy a Radnótira gondoló bevezető soraidban mondtad, nem tudhatom. Nem tudhatom, hogy másnak egy tájék mit jelent. Nekem szülőhazám itt a lángoktól ölelt kis ország, messze ringó gyerekkorom világa. Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága, s remélem testem is majd a földbe süpped el. Itthon vagyok, s a néha lábamhoz térdepel egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom. Tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton, s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon a házfalakról csorgó vöröslő fájdalom. Ki gépen száll fölébe, annak térképet áll, s nem tudja, hol lakott itt Vörös Marti Mihály. Annak mit rejtett térkép, gyárat, s vadlaktanyát, de nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelít tanyát. Az gyárat lát a látcsőn és szántóföldeket, míg én a dolgozót is, ki dolgáért remeg, erdőt, füttyös gyümölcsöst, szőlőt és sírokat, a sírok közt anyókát, ki halkan sírogat, s mi föntről pusztítandó vasút vagy gyárüzem, az bakterház, és a bakter előtte ás üzen, piros zászló kezében, körötte sok gyerek, és a gyárak udvarában komondor hempereg. És ott a park, a régi szerelmek lábnyoma. A csókok íze számban, hol méz, hol áfonya, s az iskolában menvén, a járda peremén, hogy ne feleljek aznap, egy kőre léptem én. Én itt a kő, de föntről e kő se látható, nincs műszer, melyel mindez jól megmutatható. Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép, s tudjuk, miben vétkeztünk, mikor, hol és miképp. De élnek dolgozók itt, költők is, bűntelen és csecsszopók, akikben megnő az értelem, világít bennük, őrzik, sötét pincékbe bújva, még jelt nem ír hazánkra újból a béke ujja, s folytott szavunkra majdan friss szóval ők felelnek. Nagy szárnyadat borítsd ránk, virrasztó éji fel. Kedves nézőim, a pontos idő 9 óra 1 perc, és ha valaki gondoskodni fog arról, hogy Radnóti ne csak egy karc legyen, akkor minden hétfőn addig fogjuk mondani Radnótit és társait, míg begyökeredzik mindenkinek, hogy ennélkül nem élet az élet. Köszönöm Hegedűsdé Gézának, Kossuth és Jászai Mari díjas művésznek, a Víg Színház állandó tagjának, Színművészeti Egyetem tanárának és osztályfőnökének, hogy minden hétfőn most is velünk volt. Önöknek köszönöm, hogy velünk voltak, és megnézték a Pirkadatot, reggeli politikai magazin műsorunkat. Most jön a Mindentől Független híradó. Tartsanak velünk, és ne felejtsék, ma lesz Világzsidó Szemmel, lesz Pirkadat Extra, és a világon minden mi szemszálnak és demokráciának ingere, azt megtalálják itt. Velem legközelebb holnap reggel a Pirkadatban találkoznak. Addig is jó tévézést, a viszontlátásra!
Thank you.